az Országos Könyvtári Napok évről évre egyre népszerűbb programsorozat. Ez lehetőséget ad arra, hogy a könyvtárak megmutassák a sokszínűségüket és az új szolgáltatásaikat. A 21. századi könyvtár értékeket közvetít, inspirációt nyújt a kutatásokhoz és a tanuláshoz, mindezt élménygazdag módszerekkel. Ezért október 1-e és 7-e között közel 200 program várja majd az érdeklődőket. Valóban nagyon zsúfolt és valóban nagyon színes programoknak lesz helyszíne a könyvtár, mert egy megyei hatókorú könyvtár és nyilvános könyvtárról lévén szó. Mindenki számára nyit vár, különösen ezen a héten. Miért fontos? Több szempontból is meg lehet ezt közelíteni. Egyrészt a szlogenje, a küldetése, ami most kíséri ezeket a rendezvényeket, a családok éve van 2018-ban. Nagyon fontos számunkra az, hogy a családok valamennyi tagját meg lehessen szólítani a rendezvények által. A másik fontos tematikája a programoknak, hogy 2018 a kulturális örökség európai éve is. A kezdeményezés célja, hogy minél többen fedezzék fel és ismerjék meg Európa kulturális örökségét, nem csak elméleti formában, hanem több esetben gyakorlati programokkal is. Úgy gondolom, hogy a könyves vasárnap tart a legnagyobb érdeklődésre számot, elsősorban, mert vendégünk lesz Lukács Sándor, érdemes művész, másodszorban a Szabolcs Tánc Együttes nyitja meg a könyves vasárnapot 9 órától, ekkor értékeljük a könyvtári hűséget, értékeljük és jutalmazzuk a legidősebb, legfiatalabb, a legtöbbet kölcsönzött, legtöbbet olvasott. A könyvtár fontosságát mi sem bizonyítja jobban, mint hogy az itt végzett munka elismeréseképpen két különleges fotót kapott ajándékba az intézmény. Szenvedélyem a fotózást, a város szépségének a bemutatását, tehát az utcák, terek, emléktáblák, városképek készítése. Két képemet adományoztam a Móricz Zsigmond megyei és városi könyvtárnak. Az egyik 1975-ben készült, és az akkori állapotot tükrözi. A mostani pedig a 2009-ben készítettem. Ez a felvétel a megújult, megszépült könyvtár mostani állapotát mutatja be. Az Országos Könyvtári Napok keretében hosszabbított nyitvatartással, ingyenes beiratkozása és amnestiával várja az érdeklődőket a Móricz Zsigmond megyei és városi könyvtár október 1-e és 7-e között.